Egy mérföldkő a szülők és gyerekeik életében, amikor az óvodásból iskolás válik. Fontos kérdés azonban, hogy mely intézményt válasszuk csemeténknek, és talán ennél is fontosabb, hogy ki lesz a tanítója. Ebben szeretnénk segíteni nézőinknek sorozatunkkal. Ma az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén tagiskoláját látjuk vendégül. Köszöntjük a stúdióban Nagy Népúcos Rékát, Szabó Juditot, valamint Ország Andrát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm. Akkor az elején talán mutassuk be röviden az iskolát, hogy milyennek az iskolának az erőssége. Ezt a feladatot én kaptam, mert hogy én vagyok legrégebb óta itt az iskolában. Ez az iskola 1973-ban nyitotta meg a kapuit, hogy az északi város rész legrégebbi iskolája. Egy 16 tantermes épület volt, azóta már több átalakításon esett át az épület belseje és kívülről is. Nagyon szép a környékünk, már megújult, három nagy udvarral rendelkezik. Az egyik udvaron egy évekkel ezelőtt egy kondiparkot is ki tudtunk alakítani. A maga az épületben pedig a mostani munkának megfelelően kis csoportoknak kisebb szobákat tudtunk kialakítani a nagyobb helységekből. Nagyon sok gyerek jár hozzánk, folyamatos mindig az érkező, tehát folyamatosan bővült a létszámunk. Hát most is úgy néz ki, hogy elértük a maximálisat, akik ugye jöhetnek hozzánk az iskolába. Jelenleg három első osztályt tudtunk indítani, olyan sok volt az érdeklődő. Idén viszont kettő első osztályt tervezünk indítani. Hát amikor én oda kerültem a 80-as évek végén, én úgy tudom, hogy ez az iskola testnevelés tagozatos volt valamikor. Mikor én oda kerültem, akkor már énekzene tagozat volt. Ez azt jelentette, hogy emelt szinten lehetett énekzenét tanulni. Aztán átgondoltuk ezt körülbelül a 2000-es évek elején, és megkérdeztük az óvodákat, a szülőket, hogy mire lenne még igényük, mivel tudnánk megújulni, mert ez a tantestület erről is, vagyis hát mi magunk is gondoljuk, hogy erről is híresek vagyunk, hogy innovatívak vagyunk, szeretünk tanulni. És az merült föl, hogy egy angol nyelv nagyon jó lenne. Úgyhogy így 2015-16-os évben indult el először még egy emelt szintű angol tagozat. Ez párhuzamosan futott az énekzenével elég sokáig, de aztán biztos mindenki gondolja, hogy persze, hogy nagyobb igény volt aztán az angolra. De ezt a művészeti jelleget szerettük volna megtartani továbbra is, mert én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat ad egy kisgyereknek azt, ha művészetekkel foglalkozik, tanul, legyen az egy képzőművészet, rajz, kézműveskedés, zene, ének, úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartottuk, úgyhogy ezt a vonalat úgy tudtuk megtartani, hogy mai napig is nagyon sok a zeneiskolásunk, akik a zeneiskolába bejárnak, és hál' Istennek helyben van a szolfézs oktatás, tehát ezért nem kell külön bemenni a zeneiskoláig. Különböző rajzszakkörön és egyebeken kézműveskedhetünk, rengeteg ilyen délután tartunk, amikor a gyerekek ezt a művészeti hajlamaikat úgymond kiélhetik, és megtalálhatják azt, hogy ők miben jók. Ez is az alapelvünk gyakorlatilag, hogy az adottságokat hogyan lehet készségé, képességé fejleszteni, és ez a törekvésünk is, hogy meglássuk minden kisgyerekben azt, hogy ő mire képes, miben jó, és azt erősítsük. Úgyhogy ezután, végül is utána a két anyjel, vagyis az emelt szintű angol, utána ugye már bővült két tannyelvű iskolává, úgyhogy jelenleg így hívnak bennünket, hogy Egri Balassi Bálint Általános Iskola, magyar-angol, két tanítási nyelvű, vagy bocsánat, Tinódi Sebestyén, magyar-angol, két tanítási nyelvű általános iskolája. Úgyhogy így kezdődött végül is. Önök mit hangsúlyoznak az oktatás során?
Mint már a kolléganőm említette, hogy az angol nálunk egy kiemelkedő szerepet kapott, természetesen ez alkalmazkodik ugye a kor igényeinek is. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, hogy gyakorlatilag ide el tudtunk jutni. Ugye először azzal indítottunk, hogy szerettünk volna mindenképpen valamilyen fajta differenciálást létrehozni azok között a diákok között, akik szeretnek angol nyelvet tanulni, és azok között, akiknek nem ez a legfőbb, hogy az angol nyelvet szeressék, és ezt válasszák elsőként. Ezért úgy gondoltuk, hogy azokat a diákokat, akik nagyon ügyesek és kiemelkedőek ebben, egy nívó csoportot hoztunk létre a számukra. Aztán úgy gondoltuk, hogy jó lenne ezt az ötletet tovább folytatni, és ugye így alakult ki számunkra az emelt csoportoknak a létrehozása, ami azt jelentette, hogy a gyerekek egy más rendszerben tanulják a nyelvet, egy 4+1-es oktatási formában, ami azt jelentette, hogy a szaktanárral 4 órát tanulják magát a nyelvet, és van egy idegen nyelvi lektorunk, akivel pedig a nyelv használatát gyakorolják. És ugye ezt tovább fejlesztettük, hogy hát látjuk, hogy nagy az érdeklődés ugye a nyelv iránt, és a 2018-2019-es tanévben volt lehetőségünk arra, hogy elindítsuk ezt a 2 tanítási nyelvű programot, amely egy picikét már tovább lépett az emelt szinten, ami azt jelenti, hogy a gyerekek jelen esetben már 9 órában tanulják a nyelvet. A 9 óra úgy épül föl, hogy a legutóbbi NAT verzió alapján a gyerekek 3 tanítási órában egy angol nyelvi szaktanárral magát a nyelvet sajátítják. Ez egy nagyon játékos kis forma, még az első évfolyam, amikor mondókákkal, versekkel, körjátékokkal várjuk őket, de a gyerekek annyira ügyesek, hogy már apró kis projektmunkákat is lehet velük csinálni, rajzoltatni őket, szívesen szerepelnek, kiállnak, mondják a picike kis összefűzött gondolataikat, és nagyon aktívan, nagyon hatékonyan lehet velük dolgozni. Ezt fejleszti tovább ezt a készségüket, képességüket maga az idegen nyelvi lektor, aki heti 1 órában dolgozik a gyerekekkel, ugye, mint anyanyelvi lektor nem csak a nyelv hétköznapi szokásait tanítja meg a gyerekeknek, hanem a kultúrával, az egyéb irodalmi dolgokkal, a különlegességekkel és magával, azzal más kultúrával ismerteti meg a gyerekeket, és ez szerintem nagyon hasznos a számukra. Itt ezzel az elsődleges célunk az, hogy ugye a gyerekek mindig feszélyezve érzik magukat abból a szempontból, hogy nagyon nehéz megszólalni idegen nyelven, hiszen nekünk meg ez lenne ugye a legfőbb cél, hogy ő rugalmasan, bátran, bármikor megszólaljon, és ne féljen attól, ha hibázik. Az idegen nyelvi lektor ebben tökéletes segítséget nyújt, hiszen ő áthidalja ezt a visszás érzést a gyerekekben, hogy nem mernek megszólalni, hanem a gyerekek már automatikusan lépésre lépésre hozzászoknak ahhoz, hogy ez nagyon rugalmasan megtörténik, és bátran mennek beszélni. És még maradt további 5 óránk a 9-ből, amely során különféle tantárgyakat tanítunk idegen nyelven. Jelen esetben az új NAT alapján ez azt jelenti, hogy 2 órában van testnevelés órájuk, ami angol nyelven történik. Én ezt úgy gondolom, hogy ez azért is fontos, mert még picik a gyerekek, mikor az elsőbe bekerülnek, félnek leülni az iskolapadba, és ez egy nagyon jó dolog, hogy nekünk ezzel lehetőségünk van őket megmozgatni, amiket a tanórán tanultunk, mondókákat, játékokat begyakoroltatni, és a testnevelés erre egy tökéletes lehetőséget ad, hiszen azért valljuk be, hogyha a gyerekek 9 órában tanulják a nyelvet, ez egy elég kemény munka, és sokszor délutáni órákban nyúló megterhelést is jelent, de a testnevelés egy picikét fellazítja itt a dolgokat. Aztán ezen kívül van még 2 óra rajz, az a vizuális kultúra, amikor a gyerekek egyéb képességeiket is kibontakoztathatják, illetve még a technika kerül angol nyelven oktatásban. Ez, ahogy a gyerekek egyre jönnek fölfelé, és mert ugye kerülnek fel a felső tagozatba, egy picit módosulni fog. Úgy gondolom, hogy egy testnevelést eddigi terveink alapján továbbra is szeretnék megtartani, és természetesen a 3 nyelvi óra, az 1 lektori óra továbbra is megmarad, viszont a jövőt illetően 2 testnevelés óra ha szeretnénk, hogyha mind a 2 megmaradna eddigi terveink alapján, viszont beemeljük az informatikát, hiszen az egyik projektmunkákban nagyon-nagyon fontos, illetve a versenyekben való felkészülésnél is előnyt jelent, hogyha ügyesek informatikából, valamint idegen nyelven szeretnénk még tanítani valamit a természettudományos tantárgyakból. Elsősorban én úgy gondolom, hogy a biológiát fogjuk megcélozni, ezen kívül pedig a civilizáció lesz még az, ami egy nagyon fontos dolog lesz, és beépül az angol nyelven oktatott tantárgyak között, amelyek során pedig ugye a kultúrát, a történelmet, a hagyományt, az irodalmat fogjuk nekik ugye tanítani az idegen nyelven és az idegen nyelvről. Amiről talán színes ez a paletta is színes, és nem beszéltünk talán arról, hogy az intézmény az örökös ökoiskola címmel is büszkélkedhet. Ez mit jelent pontosan? Az örökös ökoiskola címet 5 éve nyertük el, előtte 3-szor pályáztuk meg az ökoiskola címet, és meg is kaptuk, és meg is nyertük. Nagyon sok programunk van ezzel kapcsolatosan. Ugye a gyerekeket a fenntarthatóságra próbáljuk, és nekünk ez nagyon fontos szempont, nevelni.
Hát a programok között ugye különféle világnapokat megünnepeljük, kézmosás világnapja, vízvilágnapja, megsorolhatnám, tehát mindenfélével foglalkozunk és odafigyelünk ezekre. Az udvarunkon van egy kis veteményes kertünk, egy fűszerkertünk, egy sziklakertet alakítottunk ki, amit a gyerekek gondoznak, tehát ez is nagyon fontos. Gyűjtöttük szelektíven a hulladékot, most nem tudjuk bizonyos okokból. Aztán különféle erdeiskolát szervezünk mindig, tehát ilyen programokat a gyerekeknek, többek között ezt az erdei iskolát, úgyhogy nagyon sok rétű ez a fajta tevékenység, én azt gondolom. Úgyhogy... Milyen sportolási lehetőségek várnak a diákokra, vagy milyen szakkörökre jelentkezhetnek? Hát ugye az iskolának a fő profilja az idegen nyelvoktatás, de természetesen van lehetőségű gyerekeknek délutáni szabadidős tevékenységekre, illetve sportolásra is. Hát nálunk lánytorna működik, aztán harmadik, negyedik osztályban dzsúdót tanulnak a gyerekek testnevelés óra keretében, kosárlabda edzéseken vehetnek részt, illetve külsős oktatókkal foci edzések és kézilabda edzések közül is válogathatnak. Tehát én úgy érzem, hogy nagyon sokrétű ez a paletta. Még akkor azt mondjuk el, hogy hogyan zajlik most idén a beiskolázás folyamata, hogyan jelentkezhetnek, hol a szülők, hol informálódhatnak bővebben? Úgy, mint általában a többi iskolában, nálunk is a beiratkozáskor kell jelezni, illetve előtte van szándéknyilatkozatra lehetőség, az iskola honlapján lehet jelentkezni. Azoknak a gyerekeknek szól ez főleg, akik idegen nyelvoktatásban szeretnének tanulni, de azért ne felejtkezzünk már el azokról is, akik nem két tannyelvű osztályokban tanulnak, hiszen ők normál tanterv szerint tanulnak az iskolánkban. Ugye két osztály indul minden évfolyamon, ez a jövőben a tervünk is. Két párhuzamos osztály hasonló összetételű. Az osztálynak az egyik fele két tannyelvű, a másik fele pedig normál tanterv szerint halad. A fő tantárgyakat az osztálytanítók tanítják, és besegítenek a napközis nevelők a készségtantárgyak, illetve az idegen nyelvoktatásba is, hiszen a normál tanterv szerint tanuló gyermekek is tanulnak nálunk idegen nyelvet. Már első osztálytól kezdve játékos formában heti egy órában, aztán, ahogy a tanterv előírja, negyedik osztálytól folyamatosan tanulják ők is heti három órában az idegen nyelvet. És az angol nyelvi osztályba egyébként mi alapján veszik fel a diákokat? Hát gyakorlatilag próbáltuk az iskolát egy picit menedzselni a jelen helyzetre való tekintettel. Úgy gondoltuk, hogy készítettünk különféle videófilmeket a tanítási óráinkról, a tanítási óráinkkal kapcsolatban, úgyhogy ha a kedves szülők ellátogatnak az iskolánk honlapjára, fognak ott látni egy rövid összefoglalót mindarról, amit elmondtunk, hiszen az iskolai programokról, az iskolai életről, a tanítónők bemutatkozásáról, illetve az angol nyelven tanító tanároknak is van ott egy-egy rövid filmje. Ezt elsősorban szeretnénk, hogyha a kedves szülők megnéznék, és ezt követően, hogyha ezeken végig mennek, akkor az iskola honlapján egyszer csak el fognak odajuk adni, hogy lesz egy regisztrációs oldal, ahol erre egy úgymond képességfelmérés fog történni azzal kapcsolatban, hogy kik azok a gyerekek, akik erre a programra bekerülhetnek, hiszen mondjuk meg azért az igazságot ezzel kapcsolatban, nagyon sok ember jelentkezik, nagyon sok diák jelentkezik erre a programra, tavaly is több mint 60 főből kellett, hogy valamilyen jó kis megoldást hozzunk itt a két osztály számára, és hát szerettük volna, hogyha a kedves tanítónők megismerkednek ugye a gyerekekkel, és egy olyan beszélgetésen vesznek részt a gyerekek egy regisztrációt követően, amikor az általános képességeiket vizsgáljuk meg, ezt a leendő osztályfőnök fogja megtenni. Ez egy rövid kis beszélgetés, ahol próbáljuk feloldani a feszültséget, próbáljuk az iskolát megszerettetni velük, illetve hasonló, mint egy óvodai felmérés, amikor ugye az iskolába való átmenet megtörténik, és megnézzük az ő kis képességeiket. Ezen kívül van még egy szakos kollégánk, aki logopédiai mérést végez a gyerekeken, hogyha esetleg bármilyen probléma felmerülne, nem kizárók, hogyha bármilyen gond van, de hogyha látjuk azt, hogy az a kis gyerek, aki szeretne hozzánk jönni, ügyes, tehetséges, de mégis valamilyen apró kis problémával küzdik, akkor mi lássuk azt az utat, hogy ezt a kis gondot hogyan lehet megoldani. Illetve van még egy mozgáskoordinációt vizsgáló kis felmérő feladatsor, és ennek a háromnak az összesítésével megpróbálunk valami ügyeset kihozni, és hogy valamilyen jó kis pozitív eredménnyel megbiztassuk a gyerekeket. Úgy várjuk őket hozzánk sok szeretettel.
És meddig lehet egyébként jelentkezni, és milyen módon? Gyakorlatilag itt ezen az internetes oldalon létezik egy jelentkezés lap. A meghallgatások rendje az március 2-án, 3-án és 4-én fog megtörténni, délután 3 órától. Ezen a felületen, hogyha a kedves szülők ide ellátogatnak, ott egy adatlapot kell majd nekik elektronikusan kitölteni, és kiválasztani ott egy időpontot, amely számukra alkalmas, hogy ezen a napon el tudnak jönni az intézményünkbe, és egy úgymond rövid kis megismerkedésen vesznek részt velünk együtt, és hogyha itt ezen a meghallgatáson szeretnének részt venni, akkor csak itt kell regisztrálni, ezek a regisztrációk automatikusan beérkeznek az intézményünkbe, és ezen a napon természetesen sok szeretettel várjuk őket iskolánkba. Köszönjük szépen az információkat, hogy eljöttek hozzánk. Köszönjük szépen.